hagyomány újjászületésének lehettek tanúi és aktív részesei mindazok, akik ellátogattak pénteken délután a Szent István Táncház alkalmára a Szent István Művelődési Házba. Az intézmény sok korábbi táncházat megélt már, az egykori Fejér megyei művelődési központban az Adi terem, a táncházmozgalom hőskorában nem csak a Fejér megyei néptánc együttes otthona volt, hanem a táncház otthona is. Az est Berki Lilla és Varró János népdal tanításával vette kezdetét, majd Nagy Vera néprajzkutató előadása következett a farsangvégi mohai tíkverőzésről, amely a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékének része. Azt gondolom, hogy Székesfehérvárról azért már nagyon sokan eljutottak a mohai tíkverőzésre, hiszen ez egy olyan hagyomány, amire napjainkban is lehetőségünk van elmenni. Akár évszázadok óta is létezhet ez a szokás, nem tudjuk pontosan, hogy mióta, de az érdekessége az az, hogy a mai napig él, és hogy tulajdonképpen újra tanítás, újra tanulás, felélesztés nélkül maradt meg, tehát a fiatalok a mai napig saját közösségükön belül, a saját falujukban lényegében maguktól gyakorolják. Az érdekfeszítő előadást követően a Tilinkó zenekar közreműködésével következhetett a táncház, amelyet a 41 éve elhunyt Pesovár Ferenc néprajzkutató emlékének szenteltek. Medvid Bendegúz vezetésével Kicsik és nagyok, Szülőföldünk, a Mezőföld népdalai, hangszeres népzenéjével és táncaival ismerkedhettek meg. Mivel a program is így főleg a Mezőföldnek a kultúrájáról, hagyományairól szól, ezért mezőföldi táncokkal fogunk megismerkedni egy ilyen kis rövid táncház keretében, tényleg ilyen alapok, ami belefér ebbe a rövid időbe. Jakubek Tiborné igazgató örömének adott hangot, hogy Kicsik és nagyok is részesei lehettek az élménynek, és megjelenésükkel, beszélgetéssel, tánccal és énekléssel tisztelegtek a velünk élő múltunk értékei előtt.